Amikor a gáztakartam bekötni egy tűzhelyhez, hirtelen úgy éreztem, mintha a hátamban egy nagy kidudorodás keletkezett volna, ami nagyon fájdalmas volt. Soha nem fájt még semmi annyira, mint amit abban a pillanatban éreztem. Jim Whittaker évekig küzdött a gerincében lévő fájdalommal, de egyre csak rosszabb lett. Egy hónapig nem tudott munkát vállalni. Elmentem egy idegsebészhez, aki azt mondta nekem, hogy egy kidudorodott korong van a hátamban, valamint csigolya csúszásom is van. Adott egy nagyon erős fájdalomcsillapítót, és azt mondta, hogy valami erősre van szüksége, amivel kibírja a fájdalmat. Hozzátette, hogy lesz még néhány problémám ezen az úton. Habár képes volt dolgozni, nagy volt a fájdalma. Talán még ha nagyon fáj is valami, az ember próbál nem törődni vele, mert nincs ideje, hogy leálljon, hiszen folytatnia kell az életét. A következő 7 évben Tim a fájdalomcsillapítótól függött. Végül egy sebészeti beavatkozáson esett át, ami néhány évre megkönnyebbülést hozott. Aztán a fájdalom újra elkezd egyetörni. A lábamban akkora zsibbadság keletkezett, hogy a bal lábfejemen már nem tudtam behajlítani a lábujjaimat. A hátam alsóbb része nagyon fájt. Azt mondták, a hátra lévő életemben együtt kell élnem a fájdalommal, a fájdalomcsillapítóval és a depressziót kezelő gyógyszerekkel is. Fájdalmai és frusztrációja ellenére Tim Istenben bízott és imádkozott. Tudtam, hogy Isten tartogat valamit a számomra. 2015. januárjában Isten válaszolt Tim imáira. Akkor éjjel a 700-as klubot néztem, és Gordon így imádkozott. Van valaki, akinek egy rossz indulatú csont van a gerincénél a hátában, és emiatt állandó fájdalomban él. De Isten most megérinti önt. Megvallottam, hogy ez nekem szól. Nagyon jó érzés volt. Békességet és megkönnyebbülést éreztem. Nem éreztem többé fájdalmat. Nagyszerű volt, hogy nem kell többé tehernek lennem a feleségem számára. És hogy már be tudok ülni az autóba, és egyedül elmenni valahová. Hálás vagyok Istennek, hogy csodát cselekedett az életemben. Timnek azóta nem kell gyógyszereket szednie, és sokkal jobban érzi magát, mint előtte évekig. Arra bátorít mindenkit, hogy Isten gyógyító. Hogyha ön krónikus fájdalmakban szenved, és minden nap rossz híreket hall az orvosától, ne adja fel. A próbákon keresztül Isten békességet és vigaszt fog nyújtani önnek. Ne gondolja, hogy nem fog csodákat megtapasztalni, csak mert imádkozott ezért, és még semmilyen eredményt nem látott eddig. Tartson ki Isten mellett!